Sziasztok! Hoztam nektek egy kis ombrés mintát. Egy kicsi indával feldobva. Na, lássuk is. Tehát színek választása az ombrénél. Szóval vannak színek, amik keverhetőek egymással, és vannak olyan színek, amik egymással jól mutatnak, viszont nem keverhetőek egymással. Ugye ezek a komplementer színek. Tehát komplementer színeket véletlenül se tegyünk egymás után, mert nem lesz jó a színátmenetünk. Ennél a típusú színnél, mint látjuk, egy kicsit ilyen lilásabb, kékes és zöldes árnyalatot használok. Mindjárt mutatom is, jó? Meg a számokat is. Fogok egy tipptartót, egy fehér tippet, mert azt azért ugye tudjuk, hogy fehéren a neon színek kicsit jobban kiemelkednek. Na, megbufizom a felületet, jó, de ismét nem a szilikonlapon felett. Így. Lebufizom róla, ami kiáll. Teljesen matt felületet szeretnék, portalanítok. Tehát matt a felületem. Amire szükségünk van, vagyis amit én használni fogok, az egy ombrecset. Perfekt néznek az ombrecsete. Igazából az összes ecsetnek nagyon jó, hogyha szépen rendezetten állnak a szőrei, viszont az ombrecsetnek nem árt, hogyha egy kicsit kócos. Sőt, sokkal jobb, hogyha kócosabb, én úgy gondolom, nekem ez így vált be, úgyhogy próbálom mindig egy kicsit így úgymond tönkretenni az ecsetemet, ami más ecsetnél tönkretétel, ennél meg pont, hogy jobb lesz tőle. Na, az első színem a plusz 111-es, ez amúgy egy Azték nevezetű kollekcióból van, tehát mind a három szín, amit választottam, egy Azték kollekcióból. Jó. Na, lássuk csak. Itt is mondjuk egy kicsit hátrébb megyek, hogy beleférjek. Na, tehát a 111-es lesz a legfelső szín. Felülre szépen fölkenem. Na, az anyag mennyiség nem mindegy, mert hogyha túl vastagon kened, akkor nem fogsz tudni szép átmenetet készíteni. A következő, meg a kék színem lesz, ami a 108-as. És már pedig azért nem a zöld, mert a zöld és a rózsaszínes együtt nem passzol, vagyis hát komplementer színek. A zöld és mondjuk a bordó, hát ugye ez árnyalatfüggő. Tehát ide felkenek egy kis kéket, ügyelve arra, hogy ne folyjon az anyagom, ne legyen túl vastag. Kettő rétegben fogunk dolgozni, ezért vékonyan és teljesen jó. 109-es lesz a következő, ami egy ilyen mentazöld vagy türkíz, hát nem is tudom, minek hívjam. Nekem türkíz. Valakinek ment a... Mi is van ráírva? Erre éppen nem látom, hogy rá lenne írva a neve. Na, menjünk is tovább. Fogjuk az ombrecsetünket, aminek egy kicsit kócos a szőre. Belehelyezem a legfelső színbe, és elkezdem ilyen kicsit lapogatós, kicsit magam felé húzós, kenős, keverős mozdulatokkal. Most már bele is mentem a kékbe. Kicsit sok lett az anyagom. Ilyenkor fogok egy papírlapot, és lehúzom. Jó, visszamegyek a kékbe. Már megyek is a zöldbe, szép lassan, óvatosan. Már megint sok az anyagom. Lehúzom egy kicsit, visszamegyek oda, ahol abba hagytam. És lassan a kék meg a zöld szépen össze is keveredik. Na, végéhez is értem. Viszont ami nekem nem tetszik, ugye a rózsaszín, meg a kék, nagyon nem
keveredett össze, ezért egy kicsit visszafele is rádolgozok. Jó, ezt most én belámpázom. Egy 30 másodperc lámpázás elég hozzá. Na most annyit kell tudni, mielőtt így úristen túl komplikálnánk, hogy nem sikerült a tökéletes ombra átmenetünk, hogy mivel csillámporral fogom a felületét bedörgölni, ezért annyira tökéletesnek nem is kell lenni az ombrénknak, hiszen a csillámpor tökéletesen fogja takarni a hibákat. Na, közben meg is kötött, és ismét elkezdem akkor az anyagokat felvinni. Először ezt a rózsaszínest. Így. Aztán a kék. Így most az előzőben tanulva egy kicsivel kevesebb anyagot fogok felvinni. És jön a zöldem. Vagyis türkízem. Na, lássuk csak. Na, lett benne egy kis szösz, kiáll az a kis pöcök, nem baj. Megpróbáljuk javítani majd. Na, kitörlöm, kitisztítom az ecsetem, és elkezdem legfőrűről, hogy a kis rózsaszínemet is kezdjem átdolgozni. Ugye a felületen szépen belemegyek a kékbe. A kékből és a rózsaszínből ugye kapásból lila lesz. Töröltem egyet, most visszamegyek egy kicsit, hogy még jobban elmossam a kéket és a rózsaszínt együtt. Szépen haladunk lefele. Na, a lilából most már lassan kék lesz. És a kékből lassan elindulunk a zöld felé. Amúgy minél kócosabb az ecseted, annál könnyebb ezt az átmenetet megkészíteni. Na, kiértünk a végére, kitörlöm az ecsetemet, és elindítom újból a rózsaszínnél. Jó, ugye ott a végére kicsit felhalmozódott a rózsaszínem, ezért ugye föntről elindulok ismét lefele, szépen belemegyek a lilába, a lilából a kékbe, és a kékünkből a zöldbe. És teljesen végig kell ezeket a mozdulatokat csinálni, hiszen hogyha abba hagyod, akkor nem lesz szép az átmenetünk. Na, nem tudom, mennyire adja vissza a videó. Jó, kitörlöm ezt az ombrét, ecsetet, berakom a lámpába. Na, ugye szintén egy fél percet lámpázom, és a következő, amit készítek, a Perfect Nails Multi White Pixi porát fogom használni. Ez egy minden szögből máshogy csillogó, végül is átlátszós csillámpor. Viszont ezt egy ragacsos felületbe, mint a sellőport rakom bele. Jó, és ehhez használom a Perfect Nails-nek a Clear Gel lakját. Ugye ez alap és fedő is egyben, viszont én ezt igazából csak fedőként használom, hiszen nagyon tökéletes fényt biztosít bármilyen géllaknak, vagy hát bármilyen épített köröm felületére, rugalmas. Kövek sem potyognak ki, úgyhogy nagyon szeretem. Na, ennek a felülete mivel egy kicsit hublis, az ecset vonások miatt áthúzom egy ilyen kis átlátszóval, kitöltve a felületi hézagokat. Így meglámpázom. Fél percig fogom lámpázni. Közben előkészítem a csillámot. Na. Erről a csillámról annyit kell még tudni, hogy olyan, mint a sellőpor, a sellőport előszeretettel használjuk, ha jól tudom mindenki. Viszont ez egy kicsit nagyobb szemű, mint egy sellőpor, ezért egy kicsit óvatosabban kell
a ragacsos felületbe dörgölni az anyagot, jó, hogy nehogy véletlenül is lekapjuk a ragacsos felületet, tehát kaptunk egy majdnem tökéletes ombrét, de mindjárt tökéletes is lesz. Felveszem, beletapogatom, felveszem, bele. Ugye gumikesztyű nem tapad annyira jól, mint ugye újon, ha esetleg újjal szeretnéd csinálni, az talán jobb, csak a videó érdekében gumikesztyűt használok. És egy irányban elkezdjük simogatni ezeket a csillámporokat, hogy ne álljanak ki a felületből. Itt a szélét is egy kicsit lehúzom. Jó, tehát nem erőteljes mozdulatokkal dörgölöm, hanem finoman simogatom a felületbe ezeket a csillámokat. Majd fogom a portalanító kefémet, és szépen lehúzom a felesleget róla, ügyelve a köröm szélénél, ugye a sáncoknál, hogyha már élőben dolgozunk vele, hogy mindenhol ki tudjuk szedni ezeket a csillámdarabokat. Na, ennek a felületét fény zselézni fogom. Közben elrakom ezt a csillámbort. Szóval fényzselézni fogom, és ezt használom, a No Cleansy fedőfényt. Ez szintén egy rugalmas fényzselé. Na, olyan vastagságban kenem fel a felületre, hogy a csillámok ne álljanak véletlenül se ki belőle, de hogyha jól leportalanítottuk, ugye nem fognak kiállni a csillámok. Ügyelve a szélére is, ott az elején is, esetleg egy-két csillám kósza lenne, akkor azt leszedem. Na, rakom is be lámpába. Köttetési idő 1 perc. Jó. Megvárjuk az 1 percet, és közben addig előkészítem az anyagomat és az eszközömet, amit használni fogok. Használni fogok egy sortecsetet. Ugye egy kicsit megvan ritkítva a szőre, tehát jóval vékonyabb, mint ahogy a boltból érkezik. És a Perfect Nails-nek a nyomda és festő zseléjét fogom használni, a fekete színűt. Jó, ide nyomtam is ki már belőle. Közben remélem megköt ez a felület. Na, hát nem hiszem, hogy szeretném ezt a motívumot követni, vagyis hogy pont ugyanilyet készíteni. Jó, felületi díszítés lesz, kicsit 3D-s lesz a felületen. Jó, valami közel hasonló indát fogok felfesteni rá. Na, közben ez meg is kötött. Minden jól megy. Beledolgozom az ecsetemet az anyagba. És elkezdek indát festeni. Itt az a cél, hogy minél nagyobb felületbe takarja az inda ezt a felületet. Na, mindenképp egy S betűt szoktam követni. Most aki már a többi videómat is látta, ugye abból többször beszélek egy S betűről, hogy úgy célszerű indákat festeni, hogy követtünk egy S betűt. Ez az S betű ugye nyilván így menne tovább, viszont folytathatom ugye már abból az irányból is, fölfele, csak itt még egy kicsit én szeretném kidíszíteni ezeket a vonalakat. Kicsit meghosszabbítom. Így. És a másik oldalról is elkészítem ezt a indát. Kihúzom szépen ilyen hosszúkásra. Szép legyen.
mert elég üres a kis közepe, egy ilyen kis levélszerűt szeretnék ide belefesteni. Úgyni. Az az igazság, hogy ezek az indák csak úgy jönnek, szóval mindenkinek meg kell próbálni saját maga gondolataiból előszedni ezeket a motívumokat. Persze lehet másolni is, de ugye az lenne a tökéletes, hogyha saját elképzelés nélkül, gondolkodás nélkül menne. Körbefestem itt feketével. Ez mondjuk ugye élőben egy körmön is nagyon jól tud mutatni. Így. Ami kimaradt, azt pótolom szépen. Na, S betűnk megvan, ott hullámzik szépen, és mehet a lámpába. Köttetési ideje, 1 perc. Ha vastagabbra sikerült festeni az indákat, akkor ugye tovább lámpázzátok, mert eléggé erősen pigmentált ez az anyag, és nehogy lekopjon a felületről. Jó, van, kivárjuk ezt az 1 percet. Addig letakarítom az eszközömet. Na, szembe lekerült a csillám. A másikról addig leveszem a tippet. Kifolyt a fényzseli egy kicsit onnan. Na, innen is kiveszem szépen a ragasztót. Felrakom mind a kettőt a kesztyümre. És hát igen, ezek neon színekből nagyon szépek tudnak lenni. Ez egy eléggé mutatós szín. Ez a kollekció az összes színe nyári. Bár nem tudom, a kamera mennyire adja vissza a színét, viszont közkedved, meg kell mondjam. Jó, ha esetleg elkészítenéd ezeket a mintákat, örülnék, hogyha megosztanád velem. Esetleg a poszt alá feltölthetnéd a munkádat. Köszönöm szépen a figyelmet, jó gyakorlást! Sziasztok!